A könyvtárosok a jelenléti programok mellett tekintettel a pandémiára használják honlapjukat és a közösségi oldalt. A Vécsei utcai Fiúk könyvtártól Sóstóhegyig, Nyíregyháza belvárosától az erdei tornapályáig, a Szemle szerkesztőségéig számtalan helyszínen tartanak eseményeket. Szerda a könyvtárnapja, a csütörtök pedig a könyvtárosoké. Szerdán egész nap várjuk a családokat, olvasókat, pincétől a padlásig egész könyvtárbemutató foglalkozásra, tehát ez nagyon népszerű, többször megszerveztük már a könyvtárunkba, de most szintén szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy milyen kincsek rejtőznek olyan helyeken, ahova az olvasó nem minden nap léphet be a raktári helyiségekbe. Csetelj a könyvtárosoddal, egy új szolgáltatást indítottunk, éppen a pandémiára való tekintettel egy másik kommunikációs csatornát nyitottunk meg, és kérdezhetnek az olvasók, használók a könyvtárosunk, könyvtárosától, könyvtárosoktól, illetve egy műveltségi vetélkedőre invitáljuk a használóinkat, olvasóinkat, egy közös versenyre a könyvtárosok és az olvasók között. Lesz író-olvasó találkozó Kürti Lászlóval, képzőművészeti kiállítás Házi György képeiből, kamaszterasz és iPad bemutató a Kultúrkuckóban. Volt már zenés séta az állatok földjén, virtuális fényképkiállítás, történelmi előadás és bemutató a mindennapi patikáról. A rendezvény sorozat egyik helyszíne a Vécsei utcai Fiúk könyvtár, ahol egy szakácskönyv bemutatót követően megalakult a süteménybarátok köre. A Vécsei utcai Fiúk könyvtárban nagyon fontosak a közösségek. Tudatosan figyelünk erre a rétegre, és arra, hogy közösségeket indítsunk és formáljunk. Most is ez történt, a süteménybarátok klubja hétfőn tulajdonképpen ünnepelte a születésnapját, hiszen most alakultunk meg. Van egy profi segítőnk, akinek minden kérdésünket föltehetjük, és évszakokhoz, ünnepekhez kötődően megbeszéljük, hogy mit sütünk, hogyan sütjük, mit készítünk. Távolabbi terveink vannak, szeretnénk jótékonykodni is, úgyhogy ezt majd a jövő hozza. Várunk minden érdeklődőt. Mint érzékelhetik, a könyvtárosok minden témát, minden alkalmat megragadnak arra, hogy könyvel és anélkül is megszólítsák olvasóikat. Péntek délelőtt rendhagyó természetrajzóra lesz a madarakról és fákról a szabadban. A Radics Béla és a Beat korszak, illetve a Hungária együttes történetét feldolgozó könyvek bemutatója is nyilván nagy közönségre számíthat péntek délután. Szombaton délelőtt szabadtéri piknikre várják a címborásokat, de ekkor indul a történelmi és irodalmi séta is a belvárosban. Vasárnap kreatív családi vetélkedő lesz és gyógynövénytúra a Sóstói erdőben dr. Hajdus Anett gyógynövénykutató vezetésével. A zárónapon aztán köszöntik a legidősebb és legfiatalabb, illetve a legtöbbet és legrégebben olvasó könyvbarátokat is.